útdíjbevételek. 243 milliárd forint folyt be az állam kasszába útdíjból tavaly. A pénzből mintegy 500 kilométernyi gyorsforgalmi út megépítése valósulhat meg. Felvételi határidők. A középiskolákba február 12-ig, míg a felsőoktatási intézményekbe február 15-ig lehet jelentkezni. Erzsébet program. Kedvezményes nyaralásra és fürdőbelépőkre igényelhetnek támogatást a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, valamint a nagycsaládosok február 29-ig. Milliárd forint bevétel folyt be az államkasszába útdíjból 2015-ben. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A bevételekből 2020-ig mintegy 500 kilométernyi gyorsforgalmi út megépítése valósulhat meg. Tudtuk meg a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT-től. Az M1-es, az M5-ös és az M3-as autópályán haladt át a legtöbb gépjármű. Ugyanezeken a strádákon történt a legtöbb útdíjbefizetés is. A költségvetés elvárásai teljesültek, az EU-t díjakból összesen 243 milliárd folyt be a költségvetésbe. Csak a teherautók által használt EU-t díj 185 milliárd forintot tett ki az előző évben. Az e-matricás rendszerben 57,6 milliárd forint bevétel került az állami kasszába. Ezek a bevételek a jogszabályokban rögzített módon dedikáltan a hazai közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére fordíthatók, olyannyira, hogy a közlekedési fejlesztési tervekben 2020-ig, tehát a következő néhány évben újabb, mint egy 500 kilométernyi gyorsforgalmi út megépítése szerepel. Magyarországon 2013. júliusától a korábbi időarányos útdíj helyett a megtett távolság után kell fizetni az útdíjat minden 3,5 tonna feletti tehergépjármű után. A megtett úttal arányos díjfizetés mértéke függ a használt út típustól, autópálya, autóút vagy főút, a gépjármű kategóriájától és a környezetvédelmi besorolásától. A tranzitforgalom miatt kiemelkedő az M1-es autópálya és az M5-ös autópálya forgalma, de Nyíregyháza és környékén is azért vannak kiemelt forgalmú szakaszok. Nem árulok el nagy titkot, ha az M3 autópályát említem. De azon a környéken számottevő a forgalom az M30-as autóúton, és természetesen a határállomások felé is, tehát Tornyos-Németi Sátor, Aljaújhely, Záhony és Csengersima határállomásokról beszélünk. A magyarországi közúthálózaton áthaladó külföldi kamionok és tehergépkocsik is befizetői az EU-t díj alapnak. Az országon áthaladó kamionok 42%-a román, 12%-uk lengyel, 9%-uk pedig bolgár, és jelentős számú szlovák, valamint szerb tehergépjármű is áthalad az országon. Az e-matrica díja évek óta változatlan, a havi matricát a megyei kiszorította, az elmúlt évben 900 ezerrel több matricát adtak el, mint 2014-ben. A középiskolákba február 12-ig, míg a felsőoktatási intézményekbe február 15-ig lehet jelentkezni. Az egyik legfontosabb információ a határidőkön túl, hogy megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése is, hiszen több oktatási intézmény indít korábban nem jelzett szakokat. A Nyíregyházi Egyetem például ismét elindítja kommunikáció és médiatudomány alapszakát. A nyolcadikosok február 12-ig jelentkezhetnek a középiskolákba, azután jönnek majd a szóbeli és alkalmassági vizsgák. Ez azonban nem központi, van olyan oktatási intézmény, amely nem is szervez ilyet. A Nyíregyházi Kölcsei Ferenc Gimnázium 8 tagozatot indít szeptembertől, ebből 3 tagozaton, a történelem, a német haladó, valamint az angol haladó tagozaton szóbelisztet a felvételi időszakban. A szóbeli felvételi elbeszélgetés célja a nyelvi tagozatok esetén, hogy meggyőződhessen az iskola, hogy a gyerekek megfelelő nyelvi szinten vannak-e, haladó szinten vannak-e ezekből a nyelvekből, amelyeket heti 5 órában fognak tanulni. A szóbeli felvételik időpontja pedig jövő héten kedden, szerdán és csütörtökön lesz itt a Kölcseiben.
A nyolcadikosok április 26-án tudják meg, hol folytathatják szeptembertől tanulmányaikat, a középiskolások pedig július végén kapják meg a tájékoztatást, hogy hova nyertek felvételt. Nekik a legfontosabb felvételivel kapcsolatos határidő február 15-e, eddig jelentkezhetnek az oktatási intézményekbe, valamint az eljárási díjat is eddig kell befizetni. Az idei felvételi eljárásban is vannak kedvelt szakok vagy éppen iskolák, továbbra is sokan jelentkeznek gazdasági képzésekre, sokan jelölnek be fővárosi intézményt, de sokan a helyi képzést részesítik előnyben. 2002-ben repültem először, és én akkor el is döntöttem, hogy én pilóta szeretnék lenni, és hát így jött az ötlet, hogy ugye a Magyarországon egyedülálló képzésben szeretnék részt venni. A Nyíregyházi Egyetem közlekedésmérnöki légiközlekedési hajózó szakirányán, amire hát igazából nekem már nagyon régen nem kérdés, hogy ide fogok jelentkezni. Alapból ilyen műszaki beállítottságú vagyok, és nagyon is, meg az is pluszpontot jelent nekem, hogy ugye most már főiskola helyett egyetem lettünk, és így már sokkal nevesebb lett ez az intézmény. A továbbtanulóknak fontos információ, hogy megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése is, hiszen több egyetem és főiskola indít korábban nem jelzett szakokat. A Nyíregyházi Egyetem például az elmúlt időszakban szüneteltette a következő tanévtől, viszont újra beindítja a kommunikáció és médiatudomány alapszakot nappali és levelező tagozaton, illetve felsőoktatási szakképzési formában is, valamint szeptembertől 3 új duális képzés is elérhető lesz az intézményben. Az általunk megkeresett képzésekkel foglalkozó társaság oktatási szakértője azt mondta, a legfontosabb az, hogy a szakválasztás átgondolt legyen. Tudni kell azt, hogy most már kötelezettségvállalást is jelent, hogyha megkezdenek egy bizonyos szakon tanulmányokat, tehát azt kockáztatjuk, hogyha esetleg valamiért menet közben ez nem sikerül, akkor akár az állami ösztöndíjat vissza kell fizetni, hát nem is beszélve az elvesztegetett időről és energiáról, amit ugye a tanulásra fordítunk. Fontos azt is megjegyezni, hogy a munkaerőpiacon körül kell nézni, föl kell tárni a lehetőségeket, mi az, ami egy nekünk tetsző terület, és biztos vagy jó lehetőséget biztosít az elhelyezkedésre. Azt látjuk mostanában, hogy a munkáltatók szívesen választanak akár OK és végzettséggel rendelkező fiatalokat. Az oktatási szakértő hozzátette, ezért is érdemes elkezdeni egy OK és képzést abban az esetben, ha a felvételizőnek nem sikerül elsőre bekerülni főiskolára vagy egyetemre. A bizonyítvány megszerzése pedig nagyobb tudást biztosít, valamint akár plusz 24 pontot a továbbtanuláshoz. 6 milliárd forintot biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program pályázataira ebben az évben. A program keretében kedvezményes nyaralásra és fürdőbelépőkre igényelhetnek támogatást a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, valamint a nagycsaládosok. Pályázni február 29-ig lehet előzetes regisztráció után. 5 éve indult az üdülést és kikapcsolódást segítő Erzsébet program Magyarországon, amelynek kedvezményeit összesen 600 ezer ember használta az elmúlt években. Csak a múlt héten közel 50 ezer pályázatot nyújtottak be az érdeklődők. Az idei évben az Erzsébet program üdülési pályázatait hirdette meg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány első ütemben, tehát ez azt jelenti, hogy 2016. február 4-től nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékossággal élők pályázhatnak egészen február 29-ig üdülési pályázatokra. A nyugdíjasok tekintetében 2 lehetőség is van az idejében is. Üdülési pályázatra, illetve kedvezményes fürdőbelépő pályázatra nyújthatják be a jelentkezésüket. Jelentkezés előtt mindenkinek érdemes a feltételeket átnézni. A nyugdíjas pályázók feltételei között szerepel a legalább 60 éves életkor, valamint a legfeljebb 147 ezer forint havi nyugdíj. Nagycsaládos kedvezményt érvényesíthet az, akinek legalább 3 gyermeke van, és az egy főre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét, vagyis a 111 ezer forintot a családban. A fogyatékkal élők számára pedig a havi ellátás és jövedelem teljes összege nem lépheti túl a 150 ezer forintot. Ettől az évtől egy előzetes regisztráció is szükséges a kedvezményekhez. Ami az idei évben változott, hogy a www.erzsébetprogram.hu oldalon a pályázat benyújtását megelőzően regisztrálni szükséges. Egy pályázat
benyújtása egy e-mail címmel történhet. Tehát egy adott e-mail címmel több pályázat benyújtására nincs lehetőség. Könnyebbséget jelent az is, hogy a pályázatok benyújtása során mindösszesen egy hozzájáruló nyilatkozatot szükséges elküldeni az alapítvány által megadott e-mail címre. Amennyiben ennek a hozzájáruló nyilatkozatnak az elküldése nem történik meg, úgy a pályázat automatikusan elutasításra kerül. A benyújtási határidő után számított 30 napban értesítik majd a pályázókat. Ők az 5000 forint önrész teljesítésére ettől az évtől már a csekkes befizetést is választhatják. Idén összesen 6 milliárd forintot biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet programra. Ennek felét az üdülési pályázatokra fordítja, a másik 3 milliárd forintot pedig Erzsébet tábor pályázatokra. Ezeket márciusban írják majd ki. Időközi polgármester választást tartanak vasárnap Tiszanagyfaluban, adta hírül az MTI. Kovásné Pallai Valéria jegyző a távirati irodának elmondta, a voksolást azért kell megtartani az 1800 lakosú községben, mert a települést eddig vezető Kemecsei László nyugdíjas lett és lemondott posztjáról. A tisztségért Rudolf János Ferencné, Vojtkóné Harmati Tünde Ágnes és Láng Zoltán független jelöltként, Szabó Zoltán pedig a Magyar Munkáspárt színeiben indul. A választásra jogosult 1552 helybéli reggel 6 és este 7 óra között adhatja le voksát Tiszanagyfalu 2, valamint a közigazgatásilag hozzá tartozó Virányos 1 szavazókörében. Nagyböjt fényei címmel nyílt tárlat Nyíregyházán. A kiállításról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Döntetlennel kezdte a tavaszi szezont a nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának rangadóján Varga Zsolt együttese 21-21-re végzett a Ferencváros otthonában, így megőrizte második helyét a tabellán. Vereséget szenvedett Répcelakon a nyíregyházi Teke Klub együttese. A Superliga 15. fordulójában az NTK 7-1-re kapott ki a Bajnokok Ligájában is szereplő hazaiaktól. Hamvazó szerdán, idén február 10-én kezdődik a nagybőjti időszak. A keresztény hagyomány kapcsán nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A Nagybőjt fényei című tárlat Lőkös Angéla költő 48 versét mutatja be, többek között az útkeresés és a hálaadás témakörében. Nagybőjt fényei címmel nyílt verskiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban Nyíregyházán. A költő Lőkös Angéla verseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, aki a Nagybőjt kezdetén mutatta be az elmúlt több mint 10 év 48 válogatott versét. A tárlat tematikája között az útkeresés és a hálaadás is szerepet kapott. Minden korosztálynak ajánlom, és érdekessége még a kiállításnak, hogy nem hagyományos értelemben vett vallásos versek is találhatók benne, hanem a természet szépségei, a teremtett világ szépségeinek a megfogalmazása is megvan benne, de jó alkalomnak éreztem ezt a Nagybőjt kezdetét, illetve ezt az időszakot arra, hogy megmutassam ezeket a verseket, és megismerjék egy kicsit tágabb körben, illetve szélesebb körben őket, mivel még kötetben eddig nem jelentek meg, és meg szerettem volna mutatni mindenképpen őket. Lőkös Angéla 1998-tól foglalkozik versírással, többek között Sóstóhegyen és Oroson is olvashatták már műveit korábbi kiállításain. A megnyitón Szováti Tamás orosi plébános köszöntötte a vendégeket és osztotta meg Nagybőjt indító gondolatait, mindezt a tárlattal párhuzamba állítva. A Nagybőjt igazából egy lépcső és fölkészítés ahhoz a nagy ünnephez, ami az év legnagyobb ünnepe keresztény egyházunkban, amit husvétnak nevezünk. Úgy szoktam ezt mondani a híveknek, hogy a Nagybőjt legalább olyan fontos annak a 40 napnak a megélése, mint elérkezni a husvéti időhöz, és aztán azon tovább lépegetni. Úgy gondolom, hogy ezt más szempontból is meg lehet úgy érteni, hogy valamire készülni, valamire lelkileg felerősödni, az olyan fontos, mint a célhoz megérkezni és tulajdonképpen beteljesedni. Tehát maga a Nagybőjtnek az időszaka arra képesíti az embert, hogy egy kicsit túlmenjen, túllépjen magán, önmagán.
A kiállítás március 8-áig, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt látogatható a harmadik emeleti társalgóban. Döntetlennel kezdte a tavaszi szezont a Nyíregyházi KC. A férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának rangadóján Varga Zsolt együttese 21-21-re végzett a Ferencváros otthonában, így megőrizte második helyét a tabellán. Az NKC szombaton a Balassa gyarmatot fogadja. A tabella harmadik helyezettje fogadta a másodikat, és tekintve, hogy a házigazda a feljutásra pályázó Ferencváros volt, teltház előtt igazi rangadó hangulatban lépett pályára a két csapat. A vendégek kezdtek jobban, de az első félidő végére utolérte a nyíregyháziakat a Fradi. A második játékrész is izgalmasan alakult, az utolsó percekben a hazaiaknak állt a meccs, de Munkácsi Máté időn túli 7 méteres bőlőt góljával egy pontot szerzett a Népligetben az NKC. Én úgy gondolom, hogy inkább elvesztettünk egy pontot, annak ellenére, hogy egy végig kiélezett, nagyon jó mérkőzés játszottunk. Dicséret illeti a csapatot, én azt gondolom, mert a kezdetektől fogva kézben tartottuk a mérkőzést. Már maga a meccs megindítása is nagyon jól sikerült, hál' Istennek. 3-1-re vezettünk, aztán 7-3-ra is át tudtunk lépni. Aztán jöttek a hibák, illetve hát ezeket a hibákat a Ferencváros könyörtelenül kihasználta. Az első félidő is döntetlennel zárult. Én azt gondolom, hogy a második félidőben voltak olyan periódusok, amikor megnyerhettük volna a mérkőzést. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a Ferencváros egy kitűnő csapat. Így összességében a végén még mi egyenlítettünk, és így lett a 21-21-es végeredmény. A nyíregyháziak nem csak egy pontot, hanem egy kulcsjátékost is elveszítettek Budapesten. Borzasztóan megnehezíti a helyzetünket az, hogy a Péter Csumidánszki szombaton bejelentette, hogy családi elfoglaltságai miatt, illetve munkahelyi elfoglaltságai miatt nem fogja tudni tovább folytatni nálunk a kézlabdát. Sajnos ő egy nagyon jó játékos, egy alapember a csapatnak, akit most elvesztettünk. Az ő pótlása nehéz majd, hogy nem lehetetlen lesz, hiszen olyan stabilitást adott az ő rutinjával, ami most így a bajnokság kezdetén nagyon nehéz lesz. Igazából nem is tudom, hogy honnan fogja tudni most ezt a posztot pótolni. Az NB1B keleti csoportjának élén az Algyő áll 26 ponttal, megelőzve a 23 pontos Nyíregyházát és a 22 pontos Ferencvárost. Az NKC szombaton 19 órai kezdettel a Balassa gyarmatot fogadja. Vereséget szenvedett Répcel a Kona Nyíregyházi Teke Klub együttese. A Szuperliga 15. fordulójában az NTK 7-1-re kapott ki a Bajnokok Ligájában is szereplő hazaiaktól. A korábbi és jelenlegi válogatottakat, köztük a világbajnok Zapletán Zsombort felvonultató BL részvevő Répcelak ellen az esélytelenek nyugalmával léphettek dobóállásba a nyíregyháziak. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, a hazaiak a 3304 fát elérő NTK-nál közel 250 fával többet dobva 7-1-re megnyerték a találkozót. Már az előjelek alapján is abszolút nem jó voltunk az esélyesének a mérkőzésnek. A Répcelek odahaza sokszor magabiztos győzelmeket aratt, 8-0-7-1-es, 6-2-es győzelmeket. Egyedül a Szeged tudott ott diadalmaskodni. Még eleve úgy utaztunk el, hogy cserejátékos nélkül, illetve a Szlovenszki Tibor is itthon maradt, inkább családi elfoglaltságainak tett eleget. Azt lehet mondani, hogy végül is egy laza délutáni gurításra mentünk el Répcelakra, de mindenképpen szerettünk volna legalább egy belső pontot elhozni, ami végül sikerült a Kastura Zsolt révén. A hétvégén nem rendeznek fordulót a Szuperligában, a nyíregyházi játékosok egyéni verseny keretében lépnek majd dobóállásba. Most ez a hét nekünk arról fog szólni, hogy a megyei egyéni versenyeket kell lebonyolítanunk, ahhoz, hogy ezt le tudjuk, ezt mindenképpen az edzésnapokon tudjuk megcsinálni, úgyhogy azt lehet mondani, egy kis megméretetés így egymás között jön létre. Azt tudjuk, hogy minden játékosunk, mivel szuperligás a csapat, minden játékosunk biztosan tovább jut majd a területi egyéni versenyre, mert olyan magas a kvóta száma a szuperligás csapatnak, és hozzáteszem, hogy az Észak-Kelet-Magyarországi 5 megyének a régiójában egyedül mi vagyunk, csak szuperligásak, így 16 kvótánk van a területi egyénire szerezve, hogy ezt mindenképpen majd kitöltjük. Egy kellemes házi versenyt fogunk, azt lehet mondani, így kialakítani, és ezzel is egy kicsit a versenyhelyzetet gyakorolni.
A Szuperliga tabellájának élén a 100%-os Szeged áll 30 ponttal, megelőzve a 25 pontos Zalaegerszeget és a 24 pontos Lipce lakot. A 10 pontos NTK a 8. helyen várja a következő fordulót, amelyben a Zalaegerszeg látogat Nyíregyházára. 2-1-es vereséget szenvedett a Debrecentől a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén a Nyíregyháza Spartakusz. Rezes vezető gólját Brokovics még az első félidőben kiegyenlítette, a győztes találatot pedig a 4 perces hosszabbítás utolsó pillanatában szerezték meg a vendégek Ferenci révén. Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a bergamói keménypályás Challenger tornán. A világranglista 200. helyén álló nyíregyházi teniszező a nála 85 helyezéssel előrébb jegyzett, második helyen kiemelt belga Bemelmans ellen győzött 6-3-6-4-re. Fucsovics a következő körben a japán Hiroki Moria ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 243 milliárd forint bevétel folyt be az államkasszába útdíjból 2015-ben. A bevételekből 2020-ig mintegy 500 kilométernyi gyorsforgalmi út megépítése valósulhat meg, tudtuk meg a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT-től. Az M1-es, az M5-ös és az M3-as autópályán haladt át a legtöbb gépjármű, ugyanezeken a strádákon történt a legtöbb útdíjbefizetés is. A középiskolákba február 12-ig, míg a felsőoktatási intézményekbe február 15-ig lehet jelentkezni. Az egyik legfontosabb információ a határidőkön túl, hogy megjelent a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése is, hiszen több oktatási intézmény indít korábban nem jelzett szakokat. A Nyíregyházi Egyetem például ismét elindítja kommunikáció és médiatudomány alapszakát. 6 milliárd forintot biztosít a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program pályázataira ebben az évben. A program keretében kedvezményes nyaralásra és fürdőbelépőkre igényelhetnek támogatást a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, valamint a nagycsaládosok. Pályázni február 29-ig lehet előzetes regisztráció után. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Mai és korábbi tudósításainkat honlapunkon is elérhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Hidegfront vonul át hazánk felett többfelé kiadós csapadékot és több fokos lehűlést okozva, csütörtökön már szárazabb levegő érkezik fölénk. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható eső, majd estétől 400-600 méter felett havazás valószínű. Reggelre megszűnik a csapadék, a déli majd a nyugatira forduló szélviharossá fokozódik, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhő átvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel zápor, hózápor előfordulhat. A nyugati szél időnként megerősödik, délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A sok évi átlagnál továbbra is enyhébb lesz időjárásunk, fagy még az éjszakai órákban is csak kevés helyen lehet. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a hétvégéig csak kisebb eső lehet, a hét legvégén, a jövő hét első napjaiban azonban ismét nagyobb mennyiségű esőre van kilátás. Már jól észrevehetően hosszabbodnak a nappalok mostanában, nagyjából 3 percet minden egyes nap.